8 éve pereskedik egy férfi a MÁV-val, akinek egy vonat levágta a karját és a lábát is megroncsolta. Aranyos Sándor állítása szerint leszállás közben kiesett a vonatból, mert az idő előtt indult tovább az állomásról. Viszont a MÁV szerint a férfi szabálytalanul ugrott le a vonatról. Az ügy részleteiről Aranyos Sándorral beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kérem, hogy mesélj, mi történt 2009. január 5-én a Pesterzsébet vasútállomáson. Elég nehéz visszagondolni rá. Leszállás közben le akartunk szállni, 4 ember leszállt előttem, és mikor le akartam szállni, a vonat hirtelen elindult, nem adta meg a kellő időt, és alá estem a vonat alá. Hát nem az volt, hogy ön hirtelen gondolta meg magát, hanem nem. Szálltak le folyamatosan az emberek igen, a vonatról, igen, igen. Ön volt az utolsó tulajdonképpen? Igen, igen, léptem egyet a lépcsőfokon, és onnantól kezdve már. Semmire nem emlékszek. Ön, amikor így hirtelen meglódult a vonat, ön volt az egyetlen egyébként, aki elesett? Tehát a többiek már leszálltak a vonatról? Ők leszálltak a vonatról, igen. Mi történt ezután? Hát az ottani helyzetről nem tudok mit beszélni, mert sokkos állapotot kaptam, nem emlékszek semmire. Tárgyalások voltak, volt egy tárgyalás Csepelen, ami az a döntés született, hogy én voltam a szabálysértő, meg kiugrottam a vonatból. És ezt azóta a Pesti Kerületi Központi Bíróságon folytatták az ügyet, és 8 éve pereskedem. Mennyi ideig volt kórházban? 6 hónapig. Aztán, amikor kijött a kórházba, nyilvánvalóan, hogy elveszítette a munkáját, mert tehát ugye így nem tud dolgozni, kőművesként dolgozott. Igen, igen. Tudom. Igen. Elment ügyvédhez, elindították a pert, és mi volt az indok? Mert gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy ön tulajdonképpen még szabályosan akart leszállni a vonatról, de a vonat idő előtt elindult. Önök arra hivatkoztak, hogy nem adott egy perc leszállás időt sem a mozdonyvezető. Így történt? Igen, ez utólag derült ki tárgyalásokon, hogy nem volt meg a egyperces várakozási idő, és ugye ez is utólag derült ki, hogy késésben volt a vonat, fél óra késésben volt, és ezt szerette volna behozni, mire a végállomáshoz ér. Ha jól tudom, a MÁV azzal védekezett, hogy ez az egyperces várakozási idő, ez tulajdonképpen egy nem létező fogalom, ez csak tájékoztató jellegű, hiszen a mozdonyvezető dönti el, hogy mikor indul el tulajdonképpen a vonat. De ez mit szól? Ebben jogilag nem vagyok ott, hogy most tényleg ez az egy perc tájékoztató, vagy elő van írva, ezt nem tudom megmondani. De 25 másodperc volt a leszállási idő. Összesen. Ami nagyon fontos momentum ugye az ön történetében, hogy nem elektronikusan nyitható, zárható ajtók voltak, hanem meg az a régi kézzel nyitható ajtó. Ön látta a kalauzt, vagy a kalauzokat, nem tudom, hogy ezt a vonatkísérő hány volt most ezen a vonaton, hogy jelzett a mozdonyvezetőnek, hogy indulhat a vonat? Nem láttam a kalauzt, és több tanú, akik a vonaton voltak, mindenki azt mondta, hogy nem hallottak sípszót. A MÁV erre a sípszóra is azt mondja, nem tudom, hogy tudja, hogy az sem kötelező, hiszen az is csak tájékoztató jellegű. Hát nem tudom, hogyha fél 8 van, a téli időszakban már sötét van, hogy aki le akar szállni, most mire figyelmes a sípszóra, vagy keresi a lámpát, hogy mikor, hol egy lámpa, mikor a kalauz jelez, hogy ne szálljon le, mert indul a vonat. Szerintem a sípszóra figyelmesebb az ember, mikor le akar szállni. Nem a lámpát keresi, hogy a fény, hogy világítson a kalauz, hogy álljon meg, mert indul a vonat. A vonat egyébként, nem tudom, hogy emlékszik erre, hogy egyenesben át, vagy kanyarban, tehát létezhet az, hogy a mozdonyvezető esetleg önt nem vette észre? Igen, nem. Egyenesen át a vonat. Mi volt a következő lépés, hogy elindult a per, első fokon mit mondott ki a bíróság? Csepelen mondta ki, hogy én követtem el szabálysértést, és megbüntettek 15.000 forint pénzbírsággal. Ez volt a hivatalos ítélet, hogy ön 15.000 forintra megbüntették. Ön ugye nyilván gondolom fellebbezett. Igen, és azt mondták, akkor nem kell kifizettem a 15.000 forintot, ezért valami szóban figyelmeztettek, hogy ne csinálj többet ilyet. A tanúk meghallgatása is megtörtént. Kik voltak a tanúk az ön ügyében? Hát voltak tanúk a vonaton is. Akik illetve nem... gondolom a MÁV részéről. Igen, hát a kalauz, a mozdonyvezető, akkor volt egy személy, aki életbe tartott, volt két személy még, aki velem volt végül is, mert hát velem voltak,
és ők voltak, hát ilyen 6 tanú volt körülbelül. Tehát körülbelül 6 tanú volt. A bíróság ugye azt mondta ki, hogy elfogulatlanok voltak a tanúk, de ugye ezt olyan szempontból támadta meg, vagy legalábbis nem értette, hogy a mozdonyvezető és a kalóz hogyan lehet elfogulatlan ebben a történetben. Így volt? Igen. Plusz még aki életbe tartott, mert ő is régen a Mávnál dolgozott, ők is hárman ismerték egymást. És ők hárman olyan valamást tettek, hogy nem tudom, ezt az ügyvéd nem tudja végül is ezt kibagózni, ezt a dolgot. Azóta miből élnek? Azóta? 9000 forint segélyből. Van legalább egy ingatlanjuk, vagy fedélefejük felett? Anyósom házában lakunk, 2008-ban költöztünk oda, amíg dolgoztam, fizettünk albérletet. Sajnos megtörtént a balesetem, azóta nem tudunk fizetni albérletet. Árulta az ingatlan, meggondolta magát, és abba egyeztünk meg, hogy a per végén kifizetjük a házat, mivel abban a házban elég sok dolgot csináltunk, ami kezünk nyoma. De most 60 napot kaptunk, hogy költözünk ki. Mi lesz, hogyha ki kell költözni? Nem tudom. Mennyi pénzzel lenne elégedett a MÁV részéről? Hát ugye egy fillért sem kapott ez alatt a 8 év alatt. Hát annyi pénzzel biztos, hogy egy ingatlan tudjak venni. Legalább ezt az ingatlan, mert most lakunk, ezt szeretném megvásárolni. Ez mennyit ér ez az ingatlan? 8 millió forint, 8-10 millió forint. Annyit, 8,5 millió forint árulja anyósom. Augusztus 29-én volt a tárgyalásunk, azt mondta, ha most megkapjuk a pénzt, akkor leülünk és beszélgetünk, de ha nem, akkor hozza az ingatlanosokat. És hozta az ingatlanosokat, árulják a házat, és most 29-ig van egy papírom, amit ki kell költözünk a lakásba. 7 hónapos terhes a felesége. Igen. Nagyon kívánom Önöknek, hogy rendeződjön a dolog, és hogy ez a kisgyermek biztonságban születessen meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.